Füred Itt-létünkkel egy időben indítottunk egy nagyon kedves sorozatot, amelynek első részében pont a Vivi volt a főszereplő. Igen, gyermekkori otthonomat mutattam meg. Hogy tetszett? Nagyon jó volt egyébként visszanézni. Anyukám megosztotta a Facebookon. Tényleg? Életében először valamit, igen. Hát ez tök jó, például ezért is csináljuk. Szépen sorba járjuk a környéken lévő hírességeket, szóval a sorozat arról szól, hogy hogyan nyaralnak, hol nyaralnak, hogy töltik szabadidejüket hírességeink. Tegnap Aracki Lászlónál jártam, te nem voltál ott. Nem voltam sem. Viszont Laci azt kérte, hogy szóljunk neki, hogy ha ő jön, úgyhogy Laci, most te jössz. Balatonfűzfőn vagyunk, egy csendes kis utcácskában, és a 7-es számot kerestük, ami ugye meg is van, meg most a csengőt. Csengőri. Igen! Babom, 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 jó napot kívánok, valami ismertet énekeljen, ne ilyet! Isten véled, édes piroska, akkor nem csalódom, ti vagytok. Szervusz! Isten van. Bocsánat, egy picit a késésért, hogyha késtünk, szervusz. Szervusz. De sehol nem lehetett kapni zöld-fehér pólót, és nagyon nehezen. Át kellett mennem egy másik városba, de van. Szórakozol velem, te vagy a Kós János. Örülök, hogy nem, nem ő jött. Nem. Szervusz, Isten hozza a feleségem. Jó. Ő a diszkrét félhomája a családunkban, és őneki van a legkisebb szája. Ennek kapsz te mindjárt az én után. Nem, majd ha elmentek, gyertek, palacsatok! Kérlek szépen, ez a nyaralód? Nyaralótok? Igen. Ez a nyaraló, aha. Egy kicsit vezess körbe, illetve majd hogy merre menjünk? Először engem ez érdekel. Na most vigyázz, nehogy azt itt, hogy ez egy palotta. Te figyelj, minden zöld, hallod? Minden, még a vérem is. Te most tényleg egy valamit tegyünk tisztában, mielőtt belemegyünk itt komoly beszélgetésbe. Neked vagy a Kós Janinak van több fellépése? Ez nagyon fontos most nekünk. Már eleve a sértés, a kérdési sértés. Igen. Mert nekem sokkal több van. Én most jöttem a Kós Janitól, ő azt mondja, hogy neki van több. Te voltál a Kósnál? Persze. És nem előbb hozzám jöttél? Nem, csak viccel. Na gyere, ez a kis terület. Jaj, de kis hangulatos kis balatoni, valami. Balatoni, nyári. De jó. Nem is tudom, hogy minek nevezzem. Itt van eszköz, mert itt azért 400 fok meleg is szokott lenni. Felé, itt már kezdődik a történelem. Hát, atya úristen, várjál. Lajcsi, Orbán, Puskás, Grosics, akkor a volt köztársasági elnökünk, ez a Kós János nevezetű úr. Aha, azt nem ismerem, az kicsoda? Hát én sem nagyon ismerem, de nem érdekes, csak oda raktam, hogy legyen, mert az luk volt ott, tudod, ja, értem, és valamit kellett oda tenni. Na merre tovább, kérlek ne szépen. Ne arra az a fürdőszoba, de Istenem, hogy eljöttél zöld-fehérbe. Hát az előbb már megbeszéltük, hát mibe jönnék, ez egy olyan jó eső érzés, hogy ez nem igaz. Hát hidd el, hát na, ezek a fontos dolgok, ezek, hát nem az hát ez fehér. A legcsodálatosabb kis saj, az unokám rajzolta a Miminek, a feleségemnek. Ebben minden benne van, nem? Édeseim, hát ez a legfontosabb dolog, ezt mondom, igen. Apukám, itt aztán van minden, ez igen. Hát igen. Ez eredeti? Természetesen. Natürlich. Aha. Az igen. Na, nézd körül. Édes Istenem, tehát ez megint... Hát ez egy történelem. Hát egy kép, egy műsor. Ez egy történelem. Tudod, hogy mi a fájdalom benne? No. Hogy így végignézek, nagyon sokan már nincsenek. Nem szokott ezen valamelyik egy, nap, így lefekszel. Valamelyik, de hogy nem azért vannak a szobámban. Valamelyik nap a szúr kapcsán Bújtor Pista emlékestet tartottak. Tihanyba léptünk föl nagyon neves sportbarátaimmal és színész hatalmas egyéniségekkel. És ennek kapcsán föltettem egy tablót, a színész válogatottnak a tablóját. A Jani az okkal hiányzott, mert külföldön volt, Kós Jani. És képzeld el, ketten élünk. Egyedül a Bodrogi Gyuszi, meg én, akik rajta vagyunk a képen, akkor Solymostodi még nem játszott. El tudod ezt képzelni, hogy ezt milyen lélekkel és szívvel néztem? Milyen gondolataid vannak ilyenkor? Mint most. Legszívesen sírnék, de egy férfi az nem sírhat. Hát figyelj, itt ellennék. Nézd meg, hogy mondom őszintén, figyelj, nem is akarok belekapni, mert ezek a filmek tényleg, ez mind egy-egy külön műsor, ez fantasztikus. Galambos ez fantasztikus. Figyelj, olyan nevek vannak az életedben, hogy irigyellek most ezért egy picit. Köszönöm. Mert ilyen nevek nem biztos, hogy lesznek már. Úgy a sportban, mint pedig. A színész világban, mint a zenész világban. Pedig kívánom neked, hogy éld meg. Gyerekem, ezzel kellett foglalkozom, és a mostani... De aranyos vagy, hoztál nekünk egy picit kis adatnivalót. De rendes.
Tündérasszony. Ez az, igen, csak amikor elmentek, akkor biztos valami le fog tolni. Az biztos, hát persze. Te ilyet eszel, és csak ezt gondolom miattad. Nem biztos, hogy ehetek. Én nem... Fogyókúrás. Barna kenyér, fogyókúrás? Igen. Egy picit arra gondoltam, hogy olyan jó kis mélységeket megjártunk ebbe a kis házikóba ott bent. Igen. Hogy valami ilyen hasonló mély dologgal zárjuk a kis találkozásunkat, hogy mennyi vagy most? 80? Most nem azt érzem, hogy mennyinek nézek, és nem akarok most bókolni meg. Akkor én elmondom neked, 81 múltam, de negyed óra múlva 82 leszek. De ha még kíváncsi természetünk... Mi most lesz a szülinapod? Szeptember 20-án. Ja, jó, hát azt hittem, hogy pont ma. Szeretnék elmondani neked egy... Na jó, tessék. Hogy mennyire készülök erre vagy arra, de azt mondjam, hogy 2019. október 4-e, 16 óra, azt tudom, nem tudom pontosan a helységet, ott már előadásom van kötve. 19-re. Mi van? Szóval ez az én életem, érted? 2019. októberre már... Október 4-én csodálatos helyen, nem jut eszembe a neve, de már fönn van a Facebookomon természetesen, a honlapomon. Utolsó pillanatig énekelni akarsz? Van egy olyan nótám, hogy köddé vált álom, mert ha véget ér a játék, én is köddé válnék már, érzem már. Ez jó végszó. Köszönöm.